Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és addig, ameddig nem készül egy komolyabb programot, avagy újabb Linux disztribúciót bemutató szösszenet, addig egy kicsit én is szórakozom, és ajánlanám figyelmükbe a Windowsosoknak ezt a kis videót, hogy láthassák, hogy lehet itt aztán szórakozni a Linux alatt, és én akkor el is tűnök egy kicsit, viszont fogtok újra látni, csak fordulunk egy kört. Na de nézzük, hogy miről is beszélek, és gyakorlatilag mivel is szórakozom én itt, amikor éppen unatkozom egy szombat este vagy délután. Nos hát ez nem más, kérem szépen, mint a Compiz, amelyet itt láthattok, és amúgy pedig a Software Központból tudjátok leszedni, kedves Windowsosok, vagyis erre a jelre kattintatok, elkezditek írni, hogy Compiz, és kidobálja az összes ilyen cuccot. Nos, le kell szedni ezt a Compiz konfigot, le kell szedni ezt, de gyakor meg az OpenGL, de gyakorlatilag ha ezt a Compiz konfig beállítás kezelőt leszeditek, akkor onnantól kezdve ez gyakorlatilag már települni fog számotokra, és a következő kis szösszenetet fogjátok kapni, amikor rákattintotok erre a Windows ablakra kísértetiesen hasonlító ikonra egy szerelő kulccsal, mégpedig ezt. Itt az általános fülnél, hogyha szeretnétek majd a későbbiekben látott kis effektet megcsinálni, akkor nincs más dolgotok, mint hogy gyakorlatilag oda mentek, hogy munkaasztal mérete, azt 4-esre állítjátok, illetve engedélyezitek számára, ugye, hogy ő létre is jöhessen, vagyis. Akkor nézzük. Van itt egy csomó kis cuccos, viszont azt elmondanám, és akkor itt visszafordulok egy picit, hogy a gépet eléggé tudja terhelni, vagyis óvatosan. Engedni fog az Ubuntu és a Compiz mindent bejelölgetni és elindítani, viszont ésszel ugyanis lehet, hogy kicsit belassítja a gyengébb gépeket, viszont érdemes vele szórakozni, mert például belőlem is lehet mixelni mondjuk egy turmixot. Nem enged vissza, apuci! Nem enged vissza! Na, szóval így. Lehet hülyülni, gyerekek, de ade akkor nézzük, hogy mi is ez itt komolyan. A Compiz cuccos nem más, mint hogy gyakorlatilag munkaasztalokat, illetve kockákat tudunk beállítani, vagyis az asztalainkat így tudjuk forgatni, akár dönteni, ide még nem sikerült, alulra és fölülre beállítanom cuccot, de majd fogok, viszont akár aki ügyesebb, és vannak gyakorlottabbak is nálam, én is angol videóból néztem el ezt, hogy kell megcsinálni gyakorlatilag. Nos, azok foghatják, és akár hátteret is tudnak a fekete részre tenni, illetve ebből a kockából akár 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot, és amennyit az ő képzelete szab, csinálni, sokszorosítani, és azt akár háttérbe kizummolva, eltávolítva és közelítve bemutatni, forgatni. Viszont ugye a Windows 10-ben most bejön ez a több ablakos kezelés, és hát az gyakorlatilag itt is lehetséges, hogy ugye létrehozza az ember, innen vette a Windows is az ötletet, és itt láthatjátok, hogy annyit állítotok be jelen pillanatban, nekem 4x4 van beállítva, amennyit szeretnétek, úgyhogy határa csillagos ég. Na de térjünk vissza, van egy kocka forgatása. Itt ugye érdemes ezt bepipálni, hogyha szeretnétek ezt a kocka effektet, illetve a munkaasztal kockát is bepipálni, és utána nincs más teendőtök, mint hogy az asztalra a középső gombbal rányomtok, és húzzátok az egeret, és akkor így szépen forog. Szép ugye a háttérképen? Jó kis csávok. Emlékszünk még arra a motorról, ugye? Hogy szaporodnak a pingvinek, és fagynak az ablakok. Nos, hát ez ezért van. Na de ugye, itt a Chrome, itt a felvevő, ami éppen rögzíti ugye, hogy mi van, és itt van ez a cuccos is. Természetesen állíthattok itt az imbolygó ablakokkal éritek el ezt az effektet, így ennyi szépen, illetve ugye ablak elhalványítása, amikor lehúzzátok ide az oldalsávra, amely akár így tűnik el, akár pedig így jön elő. Mindig máshogy jön gyakorlatilag, és 3D-t is lehetne benyomni, akár ugye, hogy ez szépen nézzen ki,
illetve vízeffektet, akkor viszont úgy fog kinézni az asztalotok, mintha éppen esne az eső. Szóval ezzel is lehet szórakozni. Én igazából többen nem is nagyon szeretnék nektek mutatni, pont azért, hogy ha egyszer reszelnyeltök magatokat, hogy átjöttök Ubuntura, vagy már átjöttetek, akkor próbáljátok ki. Csak ahogy mondtam, óvatosan. Nézzétek meg, hogy egy effekt mit tud, és akkor szépen adagoljátok hozzá a többit, és hogyha azt veszitek észre, hogy valamiért lassulna a kicsi gépetek, illetve a rendszeretek teljesítménye, akkor vegyétek le valamelyik effektet, ami mondjuk annyira nem tetszik. Úgyhogy jó próbálgatás, jó felfedezést, és köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és további szép hétvégét neked, illetve hétfőt majd, mert ugye hétfőn sztrájkoljál, nem ennyi dolgozni, és iskolába, mert nem kell. Nos, pá-pá!